A nyelvművelő napok több mint 40 éves múltra tekint vissza Adán. A rendezvényt szervező Szarvas Gábor nyelvművelő egyesületet hamarosan Teleki Pál érdemrenddel tüntetik ki Budapesten. Most van éppen kilátásban, hogy a Szarvas Gábor nyelvművelő egyesület egy nagyon komoly érdemrendet fog átvenni november 4-én Budapesten a parlamentben. A Teleki Pál érdemrenddel tüntetik ki egyesületünket nagy örömünkre a sok éves nyelvművelő munkájának az eredményéért. A középiskolások vetélkedőjén a résztvevők a már megtanult szövegeiket mondták el, majd egy ismeretlen szöveg értelmezését kapták feladatul. Erdős virágtól Kedves Április című szövegét adtam elő. Az itteni szöveg az pedig a modern technológiával volt kapcsolatos, de hát ez számunkra mindig meglepetés. Én idén veszek először részt ezen az eseményen, tavaly csak látogatóba voltam, és akkor, tehát úgy mondhatom, hogy az akkori szöveg sokkal bonyolultabbnak tűnt, mint ez a mostani, úgyhogy úgy gondolom, jó jártunk. A nyelvészeti pályázat középiskolás kategóriájában is eredményt hirdettek. A szervezők Mikor használhatom anyanyelvemet címmel várták a pályamunkákat. Ez tartalmazott egy kérdőívet, amit a szervezők is kihangsúlyoztak. Úgy látszik, ez nagyon bő volt, és azzal foglalkoztam. Megkérdeztem 30 tanulót, hogy mit gondol erről újvidékiek, temelények, becseiek, és azok alapján szedtem össze az adatokat. A rendezvény keretében a 4. és 7. osztályos tanulóknak is rendeznek nyelvi vetélkedőt, szombaton pedig megkoszorúzzák Szarvas Gábor szobrát, valamint nyelvhasználati jogok és lehetőségek címmel tudományos tanácskozást is tartanak.